Egy olyan ö, ö, nyiradék, amiből látszik, hogy egy, kettő, három érmet vertek ki, és az is nagyon jól látható, hogy a fizikai erőhatásnak ö, következtében kicsit. Ö, Megnyílik a, tehát nem lapos ö, ö, lapka készül. A kis dorogon rézlapok részlapok egyikét mutatja, Kárnémet német András, a Vosinsky-Mormegyei Múzeum régésze. Ő azt mondja, a 16-17. században hamis pénzt vertek a lapokból. De több megyei településen is fedeztek fel illegális pénzverdékre utaló leleteket. A Pincely határából van egy nagyon nagy kitéredésű, ez a legnagyobb, ez 100 méternél is nagyobb területen találhatók pénzhamisztrásra utaró leletek, ezt az említett Varga Máték kollega már feldolgozta, tehát ez a három, ami publikálva van Tevel, Bonyhád, Varast, Pincehely. Utána pedig éppen az említett múzeum körül dolgozó önkéntes fémkeresős segítőknek köszönhetően szereztünk tudomást előbb Szakály és Gyulaj határában három ilyen műhelyre, amik egy 500 méter sugarú körön belül fekszenek utána Jágónak Dáróváron, tehát egy vár területén került elő egy ilyen műhely. Ez egy kicsit kilóg a többi közül, mert úgy tűnik, hogy korábbi, tehát ez inkább a főúri pénzhamisítás korára tehető, és ez az egyetlen, ami várba van, az összes többi pedig falusi környezetbe. Majd nem sokkal később, néhány évvel ezelőtt Zomba határában egy törökkorban létesült településen kerültek elő ilyen leletek, nemrég Kátot Gábor kollégám Tolna határában, a Kis Tolna nevű középkori település területén talált egy hamis pénzverőműhelyt, illetve Kisdorok határában az utolsót Fazekas András múzeumbarát fémkereső is találta meg. A hamis pénzverő tevékenységre háromféle lelet utal. Vannak magukkal kész, elkészült még. Ezeket meg lehet találni természetesen olyan helyeken is, ahol nem folyt hamis pénzverés, hiszen ezek forgalomba kerülve elkerültek a korszak minden falujába tulajdonképpen. A hamis pénzverő műhelyek területét általában azok a kerek kis lapkák jelzik, amiket az éremkészítés számára kivágtak, de még nem került rá az éremkép valamint ezek a, a, lapkák közti kis háromszög vagy csillag alakú leesett réz lemez nyiradékok, amik ugye a földre kerülnek, nagyon picik, ezért nem szedik össze őket újraolvasztásra, vagy nem találják meg őket. Tehát ez a háromféle letípus típus jelzi egyértelműen a műhelyeket. A tárgyakat fémkereső műszerekkel találták, tehát a felső 20-30 cm vastag szántott rétegekben hevertek. Néhány évvel ezelőtt Ezelőtt Varga Máté, régész Nubizmata kollégám, a Kaposvári Múzeum régésze, Nagy Zsolt Dezsővel készítettek egy összeállítást a, a középkor és koraújkori Kárpát-medence területéről, összegyűjtötték az összes pénzhamisításra utaló lelőhelyet, ami azt jelenti, hogy 1000-től kb. 1700-ig a teljes Kárpát-medence területéről 25 ilyen lelőhely volt ismert. Most ez napjainkra az intenzív közösségi régészet, tehát múzeumbarát fémkeresőzés eredményeként felment 50-re, és ebből 10 darab, tehát a 20%-a Tolna megyébe található ami nagyon érdekes, hiszen a környező megyékben, Somogy, Baranya megyébe is folyik közösségi régészet, és még sincs tudomásunk egyelőre hasonló műhelyek létéről, előkerüléséről. Ezek kevés kivétellel a 16. század végére, a 17. század elejére utalnak. Ez azért fontos, mert azok a műhelyek, amelyek eddig ismertek voltak, azok inkább az ország észak-keleti részéről, a mai Szlovákia keleti részéről voltak ismertek, és inkább a 16. század közepére keltezhetőek. Ezeket hívta, hívja a numizmatika tudománya a főúri pénzhamisítás korszakának. Ugye ez az a korszak Mohács után, amikor két király van az országnak, Habsburg Ferdinánd és Szapolya János személyében, és sok főúr ugye a meggyengült királyi hatalmat kihasználva, hát tulajdonképpen a saját hasznára verett pénzt. Ugye ez azért fontos kiemelni, mert Magyarországon a pénzverés királyi jog volt, tehát ezt senki sem csinálhatta saját szakálára. Ezzel szemben a Tolna megyei lelőhelyek a főúri pénzhamisítás korszakánál 50-80 évvel későbbiek. Ezt a korszakot a kovács hamisítványok korszakának nevezi a numizmatika tudománya. Ugye a név is utal rá, hogy nem olyan szervezett körülmények között és nem olyan nagy mennyiségben készültek ekkora hamis pénzek, mint a főúri hamisítás korában, hanem több helyen, kisebb mennyiségben, primitív technikával sokszor írástudatlan emberek vésték a verőtöveket, ennek megfelelően a köriratok is zavarosak, értelmetlenek, sokszor csak betű, imitációk, utánzatok láthatók rajta, és hát maguk az éremkép, a címer és a a Szűz Mária képe is hát rosszabbul kidolgozott. Itt láthatók ezek a vörös rész lapkák, amelyekről teljesen lekopott már az ezüst, de itt látható például egy olyan, ahol nyomokban még felfedezhető az ezüstözésnek a nyoma, és mellette az a fekete rész, az pedig ugye a, a maga a réz nyersanyag. A hamisítás rézlemezekre történt, kivésték, majd vékony ezüstréteggel fették be, tehát rézanyagot hoztak forgalomba ezüst utánzatként. Több olyan műhely van, amely nem egykori lakott települések, tehát falvak, elpusztult falvak területén kerül elő, hanem vannak olyan kicsik kis műhelyek, ahol egy néhány tíz méter átmérőjű fordban találunk csak pénzhamisításra utaló leleteket és nincsen körülötte egyéb lelőhely, tehát háznyomok, hanem úgy tűnik, hogy ezek ilyen kis eldugott, magányosan álló kis műhelyek voltak, és igyekeztek ezeket a, a, el, eldugni esetleg az avatatlan szemek elől. Akik kézbe vették ezeket az érmeket kereskedelem során, hát többnyire ők maguk sem tudtak írni, olvasni, ugye ebbe a korba ez még nem volt általános. A lényeg az az volt, hogy az érem mérete és úgy szemre nagyjából a kinézete egyezzen, tehát ha a címer és a Madonna rajta volt, és nem világított ki a vörös színű rész az ezüst füst alól, akkor ez keveseknek szúrt szemet. Nyilván egy idő után azért lekopott ez a vékony ezüst borítás, és akkor el is dobták, ezért is lehet olyan sokat találni a máig.